Hazai pályán búcsúztathatja a 2021-es esztendőt a Kaposvári Kosárlabda Klub. Nagy szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, Cserhalmi Krisztiánt hallják. Az együttes pedig az NB1 alcsoportos férfi kosárlabda bajnokság 15. fordulójában a Zala Kerámia ZTLKK csapatát fogadja, vagyis az Alaegerszeget, és hogyha valaki a tabellára néz, akkor azt gondolná, hogy a Kaposvár számára ez egy kötelező győzelem, mindenképpen nyerniük kellene a Somogyiaknak hazai pályán, hiszen a vendég Zalaegerszeg jelenleg sereghajtó az élvonalban 2 győzelemmel és 12 vereséggel, de hát a Kaposvár is csak a 11. helyen áll, nem olyan sokkal előzi meg a Zalaegerszeget, viszont a Somogyiaknak azért nem 2, hanem 6 győzelmük is van, úgyhogy ebből a szempontból tényleg totós nyelven országos egyesnek tűnik a találkozó, de azért ez a Zalaegerszeg sokkal jobb, annál sokkal több rejtőzik ebben a csapatban, mint amit a jelenlegi eredménye mutat, és pontosan ezt emelte ki Nikola Lazics vezetőedző és a kaposváriak trénere a találkozót megelőzően. És hát nagyon sokszor, nagyon kevésen múlt a Zalaegerszegnek, hogy ne győztesen zárjon egy-egy meccset. Kékmezben a vendég zalaegerszegi együttes, és fehérben a kaposvári csapat. Ebben a pillanatban pedig elkezdődik a találkozó. Lássuk gyorsan a két csapat összeállítását. A vendégekkel 22-essel Parks irányít. Aztán most a labda éppen a csapat új játékosánál, de Kózinál volt. Ott van még 13-assal Polster Attila a csapatnál, miközben Kúzinak jön ki egy dobóhelyzet triplára, amivel meg is szerzi a vezetést a vendégegyüttes. Ott van a zalaegerszegiek kezdőjében Révész Ádám is 10-essel, tavalyi kaposvári játékos, illetve Jonathan Holton a palánk alatt, aki most épp Csorvásit fogta. Triplára nincs válasz. DJ Price próbálkozott, ő van tehát a kezdőben a kaposváriaknál, aztán Blazer Gábor, egykori zalaegerszegi játékos, Wayne Martin, Csorvási Milán és Krinyaiszki Boris. Közben egy újabb középtávol, és így már 5-0 a vendégeknél, ismét De Kuzi talál be. Ugye ő új játékos a Zalaegerszegnél, ez az első mérkőzése a csapatnál, nemrég igazolták le őt. Rengeteg változás volt szezon közben a Zalaegerszeg együttesénél, ahol nem jöttek ugye az eredmények, és hát bele is nyúlt a vezetés a csapatba, illetve a vezetésbe is. Kaposváriak vezetőedzője, mint említettem, Nikola Lazics, segítői Filipovics Gordon és Szőke Balázs, még a túloldalon Emir Mutapcsics a csapat vezetőedzője, és a segítőik Heinrich Robert és Baki Gergely, aki 6 évig Kaposváron játszott, és tavaly hagyta abba a profi pályafutását, majd aztán állt edzőnek, és lett a ZTE másodedzője, de belül együttesénél állt munkába. Révész szedi le a lepattanót, a támadót, és aztán indíthat egy újabb akciót a vendég együttes. Parksnál a labda, 8 másodperc még a támadóból. A Kaposvár továbbra is pont nélkül. Parks pedig nem tudta megszerezni a 7. zalaegerszegi pontot. Krinyaiszki tör előre, Blazer kimarad az ígyszere, és faultot sem fújnak a játékvezetők. Aztán rögtön jöhet a lerohanás a zalaegerszegiek részéről. De Kuzi az, aki megint próbálkozhat, és kapja vissza a labdát Révésztől. De Kuzivel szemben Wayne Martin. Kuzi nagy passza, Holtonnak kimarad a dobás viszont, és megint Révész szedi össze a lepattanót. Aztán Holton sem tudja bepofozni a labdát, és az őrült hajtás végén végül TJ Price kezében köt ki a labda. Nimrod Hilliard nevét nem említettem ugye a kaposvári a kezdőjénél, és nem csak hogy a kezdőben nincs ott, hanem meg a kispadon sem, betegség miatt kihagyja ezt a találkozót, úgyhogy kezdő irányítóját és egyik legjobb játékosát kénytelen nélkülözni a kaposvári együttes. Hilliard 18,5 pontos átlagával a legjobb kaposvári játékosnak számít ebben a szezonban, úgyhogy ő egy nagy érvágás a hazai együttes számára. Rajta kívül viszont mindenki ott van a kaposvári csapatban, ugye Handline kihagyta a Kecskemét elleni találkozót hétfőn,
kisebb térsérülés miatt, de most ő is ott van már a kispadon. És ugye TJ Price volt az, aki még néhány mérkőzést kihagyott a közelmúltban, de aztán a Kecskemét ellen visszatért, és bár egyszer el kellett hagynia a pályát, hogy kicsit ápolják a sérült combját, visszatért a mérkőzésen, és ma is ott van a kezdőben. Miközben Csorvási Milán két büntetőben meg is szerzi a Kaposvár első pontjait. Dükúzi próbálkozik, aztán messziről lepattan, és megint harmadik vagy negyedik alkalommal szed már támadó lepattanót az Alegerszeg. Kúzi pontja jóta viszont nem tud betalálni a vendég együttes. TJ Price viszont farag csapat a hátrányából, most már csak egy pont a különbség az Alegerszeg javára. Az ETE az előző fordulóban a Körmend otthonában lépett pályára, és sokáig jól tartotta magát az együttes. Pontosabban a találkozó eleje nagyon jól indult, miközben egy nagyszerű szerelés TJ Price-tól Dikuzit tudta betakarni. Szóval az ETE az első negyed után még vezetni tudott a Körmend ellen. Eladott labda lesz ebből rögtön az alapvonali bedobás után. Parks csodálkozott rajta, de hát aztán természetesen fújták a játékvezetők a visszajátszást, és megint megjön a kaposvári szurkolók hangja is. Talán még egy kicsivel többen is vannak a mai találkozón, mint a hétfői Kecskemét elleni összecsapáskor. Nyilván az a győzelem is kicsalogatta a kaposvári szurkolókat erre a mérkőzésre, a Price úgy a kosarával pedig már vezet a hazai együttes. Az 5-0-ás Zalaegerszegi kezdés után 6-0-ás kaposvári rohanás. És ezzel már erőnyben a hazai együttes. 4 perc telt el a mérkőzésből. Parks indul meg előre, aztán Révész vajon ki egy triplára, és majdnem be is dobta Révész Ádám. Künyeiszt kifautolni sem tudják, végig robog a pályán, és a újabb kosara után a 8-0-ás rohanásnál már Elmir Mutacsics is úgy dönt, hogy jó lenne egy időt kérni. 5 perc 48 van még vissza az első negyedből, és az alegerszegiek vezetőedzőjének rögtön mondani valója akad. Elmir Mutacsics ugye szezon közben vette át az alegerszeg irányítását, ahol Csizmicset váltotta a kispadon. November második felében jelentették be, hogy a 61 éves bosnyák edző váltja majd Csizmicset. És ami mindenképpen említésre méltó edzői pályafutásából, hogy volt az Alba Berlin edzője, valamint a német U20-as és a német felnőtt válogatottat is irányította. 2013-tól 2020-ig pedig az Euróligában szereplő Bayern München csapatánál dolgozott. Hogy igen, neves szakembernek számít. Nikola Lazics pedig a kaposvári trénere ki is emelte a mérkőzés előtt, hogy egyrészt milyen jó edző Mutacsics, másrészt pedig, hogy személyes jó ismerőse, úgyhogy mindenképp is érdekes lesz ez a párharc számára, számukra. Lazics számára pedig azért is érdekes ez az összecsapás, hiszen annak idején játékosként is szolgálta az Alegerszeget, majd aztán később a vezető edzője is volt a csapatnak. ...8-5-ös állásról folytatódik majd a mérkőzés, de Kúzi dobja be a labdát Parksnak, és nem tudom mennyire lehet hallani, de bizony vannak szép számmal a zalaegerszegi szurkolók és a Kaposvár arénában, akik bíztatják csapatukat, még akkor is, hogyha sokkal jobb szezont reméltek a szurkolók ugye a tavainál, amikor a Jászberény ellen kellett kiharcolniuk a bentmaradást, de Kúzi dobása közben lejön és fújnak egyet a játékvezetők. Kaposvári szabálytalanság. Ez volt az első hazai fault a mérkőzésen, TJ Price-ra fújták a játékvezetők, és ha már játékvezetők, Földházi Tamás, Nagy Viktor és Horváth Csongor. Azok, akik a mai találkozót fújják. Parks dobása gyűrűt sem ér ezek szerint, vagy ha érte is, akkor épp ott súrolta. Alapról jöhet így a kaposvári együttes.
Krenyeis ki a pályán. Ő kezd gyakorlatilag Nimlót Iliárd helyén. Martin forgolódott jobbra-balra, aztán végül lejön a dobása, és nem tud lepattanót szedni sem a Kaposvár. Krenyeis ki pedig azonnal a félpályánál. Rögtön fautól is megállítja a zalaegerszegi lerohanást. Parks a labdával, ő mutatja, hogy melyik figura jöjjön, Holton. Aztán Parks kapja vissza, Révész. 8 másodperc a támadóból. Még mindig Parks pumpálja a labdát, most áll bele a triplába. Csorvási Milánt próbálta meg átdobni, majdnem sikerült is neki, és újra a De Kuzi, a pontszerző az Alegerszegnél, mind a 7 pontot ő szerezte a vendég együttesnél. Ugye elmondták róla, ez meg Krenyeiskét triplával, és bent a hármas. 11-7 ezzel az állás. De Kuziról elmondta ugye Mutapcsics, hogy most próbálják beépíteni a csapatba, ez az első mérkőzése. Néhány nap állt csak erre rendelkezésre, és hát rögtön bizonyíthat majd, hogy megérte őt szerződtetni. Hát eddig ebben az eltelt 6 percben azt hiszem, hogy a látottak alapján nem bánták meg az ő szerződtetését az Alegerszegnél. Cserélt közben a vendég együttes 2-t is. Parks helyett érkezik 12-essel Derek Wilson, és Révész Ádám helyére pedig 82-essel Horthy Bálint. A Kaposvár viszont még továbbra is a kezdő ötösével a pályán. Price, elváltják egymást rajta a védők, így is kimarad viszont a középtávolia. Wilson robogott előre. De Kuzinak osztja le a labdát, vissza Wilsonnak. De Kuzi beleér a paszba, Krenyeiski nagyot mentett. Lehet, hogy ezt már De Kuzi rá is dobta volna akár. 9 másodperc lesz még vissza a támadó időből az Alegerszegnek. Sokat nem lehet majd pepecselni ebben a támadásnál már. Ennél a támadásnál is. De Kuzi rövidre zárja a történetet. Kicsúszik a kezéből a labda, úgyhogy jöhet a Kaposvár. Krenyeiskinek lassan át kéne érni a félpályán. Épp hogy sikerült, már Tapsics is reklamált volna, hogy nem vitte át a labdát 8 másodperc alatt. Price. Fault gyanús eset, aztán Wayne Martin dobása rövid. Az utolsó pillanatban viszont még leszedi a labdát a Csorvási, és aztán betalál a palánk alól. 13-7 az állás ezzel. Holton elugasztja Martint, Wayne Martin viszont odaért még zavarni Wilsont, és megint egy zalaegerszegi támadó lepattanó. Sokszor egy mérkőzésen nem szed annyi támadót egy csapat, mint amennyit a Zete lekapkodott már ezen a mérkőzésen. Hat támadó lepattanónál áll, jár a Zete. A Kaposvárnak összesen van 7 lepattanója. Price beleáll a triplába, és ez is jó. Kilenc pontos előnyben így a hazai együttes. És ez volt a második kaposvári tripla. De Kuzi viszont gyorsan lopja a távolságot. 9 pontnál jár De Kuzi, és az Alegerszeg is. Lassan a többieknek is be kell csatlakozniuk mellé. Krenyeiski dobása kimarad, a labda pedig az Alegerszeghez kerül. Ismét cserék. Most mindkét oldalon Ford érkezik Csorvási helyére, és Német Ákos váltja De Kuzit. Jól megérdemelt pihenőjét kapja tehát az alegerszegi játékos.
Wilson hozta fel a labdát. Aztán Német. Beleáll egy középtávoliba, ez is lejön. És most megvan a védő lepattanó is a Kaposvárnak. Ford tudta leszedni a labdát Price, nagy passz Wilsonnak, Wayne Martinnak, aki neki elsőre kicsúszott a kezéből a labda, aztán nem is tudott kosárra zárni a kaposvári együttes. Lassan megkezdődik az utolsó perc az első negyedben. Horthy, és aztán Plazerre fújnak egy faultot. Gyakorlatilag egy irányító méretű játékos fogott egy centert. Plazer lehet jobbnak látta inkább odaütni, és aztán gyorsan megkeresni a saját emberét itt a váltás után. Újabb cserék mind a két oldalon. Puska Bence érkezik Krenyelszky Boris helyére, és érkezik vissza a Zalaegerszegnél. Parks is Holton helyére. Irányító jön a center helyére, úgyhogy igen, alacsony felállásban van most a pályán. Az a legerszegi együttes, bár Horthy azért ott van a palánk alatt. De csak egy magas emberrel állnak fel a vendégek. Horthy forgolódik. És ez sincs bent, ráadásul Horthy hiába ütötte el a labdát. TJ Price kezében kötött ki az. 47 másodperc még az első negyedből, Plazer. Vissza Price-nak, Price elindul előre, gyönyörű szépen lépte ki, és be is dobja az icert. És ha bemegy még a büntető, és akkor bizony már 10 pontos lehet majd a különbség. Büntető 19-9 ezzel az állás. Az 5-0-ás kezdés, vagy a 0-5-ös kezdés után 19-4-re áll a Kaposvár. 20 másodperc még a negyedből, és 4 másodperc az zalaegerszegi támadóból. Parksnak kellett eldobnia, és megint megvan a lepattanó a Kaposvárnak. Végig támadhatja a negyedből hátralévő időt a hazai együttes. 6 másodperc van még vissza Wayne Martin. Beleáll a középtávoliba. Ezen lehetett látni, hogy nem lesz jó, nem volt jó az irány, úgyhogy egy negyed után a Kaposvár 19-9-re 10 ponttal vezet. Nem sokára jövünk majd vissza a folytatással. TJ Price kapta a labdát a bedobás után, aki az első negyedben egymaga 10 pontot szerzett a Kaposvár csapatában, és ezzel ő a mezőny legeredményesebb játékosa, illetve hát az első, aki átlépte a 10 pontos határt. Wayne Martin viszont újra egy kihagyott dobással. 5-ből semmi eddig az amerikai erőcsatárnak. Az előző meccset 15 ponttal és 8 lepattanóval zárta a Kecskemét ellen. Reméljük előbb-utóbb belelendül majd ő is a játékba. Wilson elhagyja a labdát, és Plazer nem tudja összeszedni, viszont egy újabb jó védekezés a Kaposvártól, mert lejár a támadó idő. Úgyhogy jöhet majd a hazai együttes oldalról. Megint Price-nál a labda. Nimrod Hilliard távol létében. Úgy látszik, ő lesz az, aki irányítani fog még Krenyelszky Boris mellett. Price át a túloldalra Fordnak. Ford indul el az alapvonal felé, aztán elveszíti a labdát egy pillanatra, meg aztán utána teljesen. Német jön előre. És Puska faultolt azonnal. Plazer Gábort pedig Krenyelszky váltja a pályán.
a labdával, Holton megy neki zárni. Parks végigviszi és faultal együtt az első kosár, amit nem de Cusi dob az Alegerszegnél. És új játékos az Alegerszeg csapatánál. Szezon közben érkezett, október végén a Falco ellen mutatkozhatott be. És ez a hetedik meccse az ETE színeiben. Tavaly Finnországban bajnok volt, úgyhogy Wayne Martin számára ismerős lehet. Már hiszen Wayne Martin is ott játszott az előző szezonban. Lejön a tripla. Kényelszki pedig elsőre úgy tűnt, hogy talán oda tudja ütni Pricehoz. De nem így történt, úgyhogy 7 pontos hátrányban ismét támadhat az Alegerszeg, hogy tovább csökkentse a különbséget. Holton kapja a labdát. Parks Németh indul el befelé, és aztán megszerzik a kaposváriak a labdát valahogy. Németh reklamálja a fautot, lehet, hogy odaütöttek neki ott bent a sűrűjében. Price a labdával, nagyszerű labdát ad Wayne Martinnak, aki megint csak nem tudja bedobni a palánk alól. Egyelőre úgy néz ki, Wayne Martin nem az élete napját fogta ki. Krinyajszki issza meg ennek a levét, hiszen megint neki kellett faultolnia egyet, hogy gyorsan megállítsa az ellenfél lerohanását. És ez már a második személyi hibája, Wayne Martin pedig le is ülteti Nikola Lazic vezetőedző. 6-ból semmi eddig Wayne Martin mutatója, de legalább van 2 asszisztja. Pontosabban 1 asszisztja és 2 lepattanója. Handlein Roland váltotta őt a pályán, ki először a parketten a mai este folyamán. Parkster befelé, Holton, Polsternek, Polster elugdasztja TJ Price-t, aztán átdobja a gyűrűt, lejárt volna már a támadó is az Alegerszegnél. Krinyajszki. Egy labda Handleinnek, Handlein pedig visszaosztja egy triplára TJ Price-nak. De nincs benne a hármas. Pont nélkül eddig a kapos már ebben a negyedben, és lassan eltelik már 3 perc. Parksnak húzzák szét a többiek, viszont inkább egy triplába áll bele, ami megint csak nem jó. Krinyajszki nagy labda Puskának, Puska viszont még egyel tovább osztotta volna Price-nak. Krinyajszki és Price beszélték meg aztán az iménti esetet, jöhet az Alegerszeg mindeközben. Wilson a labdával, aztán de Cusi. Ugye kihagyott domás Polstár, és aztán Fordnak kellett nagyot mentenie. Krinyajszki. Price 6 másodperc még a támadóból. Price belel és Cusi betakarja, de aztán Price vissza tudja még szerezni. Úgyhogy újraindul a 24. Valaki szólhatott volna Xavier Fordnak is erről. Nem biztos, hogy ezt most rögtön el kellett volna dobni. Ford aztán most javít védekezésben, nagyot blokkolt az amerikai játékos. Puska, Krinyajszki törbe, beosztja Handleinnek. Handlein pedig a dobócselek után, talán 2-szer is betakarták, és aztán Ford érkezik segíteni. 21-12 ezzel az állás, és ismételten vendég időkérés. Mérkőzés folyamán most már másodszor. Említettem ugye, hogy Emir Mutavcsics a szezon közben érkezett, és
eddig ő sem tudta még győzelemre vezetni az Alegerszeg csapatát. Az Albafehérvár ellen, a Szolnok ellen, a Sopron ellen és a Körmend ellen is kikapott vele az ETE, amely összességében már 8 elveszített mérkőzésnél tart egymás után. De hát voltak itt olyan mérkőzések az ETE-nek, amik nagyon kevésen múltak. Például ugye közelmúltban a Szolnok elleni találkozó, amit egy ponttal nyert meg a Szolnok Zalaegerszegen, 78-77-re, mégpedig úgy, hogy az utolsó pillanatban Szubotics Szolnoknak egy palánkos hármassal nyerte meg a meccset, tehát tényleg gyakorlatilag kiénekelték az Zalaegerszeg szájából a sajtot. Aztán ezt követően egy csúnya vereségbe szaladt bele rögtön az ETE. Talán nem is csoda egy ilyen vereség után, egy utolsó pillanatban, dugaszó pillanatában bekapott kosár után. A Sopron otthonában mindössze 54 pontot dobott az Alegerszeg, és 77-54-re kapott ki az együttes. Legutóbb pedig ugye Körmenden szenvedett vereséget a csapat. Az első negyedben még 21-14-re az ETE vezetett, aztán 28-20-as az ETE vezetésnél egy 17-0-as rohanással fordított a Körmend a második negyedben, és onnantól kezdve nem is volt már visszaút az ETE-nek, 22-vel is vezetett a Körmend, aztán végül 14-jel nyertek a vasiak. A Kaposvár pedig egyelőre 9-el vezet, 5,5 perccel a második negyed vége előtt. Holton, Lukuzi, 3 másodperc a támadóból, Lukuzinak kellett elvállalnia, és eddig az jó üzlet az ETE-nek, hogyha ő dob, ő is átlépi a 10 pontot, pontosabban ő átlépi, hiszen DJ Price kereken 10-nél jár. Kronyajski kiosztja Fordnak, Ford hátvasa pedig lejön. Slezics is, mintha azt mutatta volna, hogy ő is szeretne időt kérni, főleg úgy, hogyha kap egy triplát. A kaposvári időkérés tehát. Volt az, aki bedobta a triplát, ez volt a második sikeres zalaegerszegi 3 pontos, és ezzel 21-17-re felzárkózott az ETE, amely ezt a negyedet eddig 8-2-re nyeri. És csoda, hogy most Nikola Lazic volt az, aki egy folyamán először időt kért. Említettem, hogy ahogy hétfőn nyerni tudott a Kecskemét ellen a Kaposvár, ezzel megszakította akkor 3 meccses vereség sorozatát a KKK. Nimród Hilliárd 20 pontig jutott azon a találkozón, és irányító létére több lepattanót szedett, mint ahány gólpasszt adott. 5 lepattanóval meg 3 gólpasszal zárta a meccset, de úgy dobott 20 pontot, hogy mindössze 4 hibást hagyott ki egész meccsen, 4 dobást hagyott ki egy egész meccsen. Kint maradt közben az ETE, egész pályán letámadnak a vendégek, próbálják még jobban megnehezíteni a Kaposvár dolgát, már a labda felhozatánál is. Porti ütközte le Kronyajskit szabálytalanul. Triplába, ez se nézett ki jobban, mint az előző. Parks, 2 dobás.
Parks első büntetője, igen, rövid. Eddig legjobb játékosa ő most jelenleg az Etének, 17,1 pontos átlaga van, és az Albának dobott 33-at is egyszer, az a szezon csúcsa, ami egyben karriercsúcs beállítás volt számára. Annak idején Grúziában is dobott egyszer, 2017-ben még 33 pontot. Az volt számára addig a csúcs. És most az Alba elleni találkozón ezt beállította, miközben Wayne Martint fautolják a palánk alatt. Holton volt a tettes, hogyha jól néztem. Úgyhogy talán büntetőkből megszerezheti első pontjait Wayne Martin. Na majd talán a másodikból. És meg is van. Wayne Martin a Kaposvár második legeredményesebb játékos egyébként. 17,6 pont átlaggal, ugye Hilliard előzi meg őt 18,5-essel. És hát Martin azért emellett átlagban egy olyan 7 lepattanót is leszokott szedni, úgyhogy ha ő játszik, akkor az alapjában, ha ő jól játszik, akkor a csapatnak is menni szokott. Most szerencsére az ő gyengébb teljesítménye sem mutatkozik meg az eredményen. Szép középtávoli Bonifert Bendegúztól. 3 pontra viszont feljön ezzel most az Alegerszeg. 3,5 perccel a második negyed vége előtt. Csinyájszki nem fújnak fautat egyszer sem, engedik a kemény játékot. Olyannyira, hogy Makkos Dávid szerzett labdát, és aztán azonnal tűzbe jönnek az alaegerszegi szurkolók ezt látva, hiszen egy ponttal vezet már csak a kaposvári együttes. Martin visszalép egy középtávolira, ez sem megy be neki, legalább megvan a lepattanó Plazernek, aki azonnal föl is teszi. És milyen jól tette, 24-21 így az állás. 3 pont a különbség, Ford pedig kis ilyen labdát szerzett. Porti várná a labdát, ott a szálkán meg is kapta most, 8 másodperc még a támadóból. Porti nem tud lefordulni Wayne Martinról, jól védekezett rajta az amerikai. És aztán kimaradt Horthy dobása, de dobni kellett, mert már lejárt volna a támadó. Krinyajszki már a labdával mindeközben, teljesen üres előtte az út, és faultól együtt Krinyajszki Boris. Egy pontra feljött az Alegerszeg, de aztán két nagyon fontos kosár a hazaiaknál, és ráadásul ezt még egy büntetővel, plusz egy ponttal meg is tolthatja Krinyajszki Boris. Parks helyre érkezik Wilson a vendégeknél. A helyén, úgyhogy most 6 ponttal vezet a Kaposvár 27-21-re. Krinyajszkinek pedig ez volt már a 8. pontja. Ha már Wayne Martin nem, ő sokkal jobb napot fog ki. Horthy középtávolja becsorog. Laser Handline. Handline indul meg előre. Kivarag az utcár, de érkezett Xavier Ford, és visszapofozta a labdát a gyűrűbe. Másfél perc van még vissza a második negyedből. Horthy megint a labdával, és Laser védekezik rajta, úgyhogy ez jobb lett volna. Jobban kihasználhatta volna a vendég együttes. Aztán végül is szerencséjük lett, mert a kihagyott dobás után pont Horthy volt az, aki harcolt ott a labdáira lepattanóért, a nála sokkal alacsonyabb Plazerrel, akinél láttak is egy fautot a játékvezetők, és összességében ez volt már az 5. kaposvári személyi hiba ebben a negyedben.
úgyhogy jöhet is a két büntető, hiszen bónuszban van a hazai együttes, Horthy bedobja az elsőt. 29-24, most így az állás. Aztán bedobja Horthy a másodikat is. Trinyelszky Fordnak, Ford törbe, és faultól együtt ismét. Az imént Trinyelszky, most pedig Xavier Ford. Ford büntetője viszont kijön. Az ő esetében nincs 2 plusz 1, csak 2. Wilson gyönyörűen fordult le. Eszméletlen sebességgel. Utolsó percen belül járunk már a negyedben. 4 ponttal még vezet a Kaposvár Ford. Lehet, hogy itt is fault volt. És a játékvezető pedig azt mutatják, hogy a Zalaegerszegére lesz a labda. Nikola Lazic is reklamálja a fault-ot, a játékvezetők meg talán azt mutatják, hogy a labdára fogtak rá a játékosok. Pontosabban az a játékos, akire gyanakszanak, hogy fault volt Fordnál. Martin indul meg befelé, és most viszont ismételten fault-ot látnak a játékvezetők. Dobás közben a fault, úgyhogy 2 büntető lesz, de mindenképp dobás lett volna már, mert az Zalaegerszeg is bónuszba került ezzel a faulttal. Holton érkezik majd vissza az Eténél, miközben Wayne Martin büntetőit láthatjuk. Az első bemegy. Aztán a második is. Igazán a labdában Ford védekezik rajta, sokkal magasabb nála. Jól néhány centivel aztán lehet látni a képernyőn keresztül is. Aztán egy jó védekezés, bár most pedig a zalaegerszegi szurkolók, meg a kispad reklamálja a fault-ot. Ketten lógtak Wilson nyakán. 13 másodperc, úgyhogy ezt most már végig támadhatja a kaposvári együttes. Ennyi van vissza a negyedből. Trinyelszky, 6 másodperc. Handlein jön zárni neki. Tovább a passz Fordnak. És Ford a legjobb pillanatra tartogatta az első sikeres tripláját a mérkőzésen. Az utolsó másodpercben a dugaszó pillanatában verte be a hármast, úgyhogy így visszaállt a 9 pontos különbség, ami az első negyed után is volt. Wayne Martin triplájával 36-27-re vezet a somogyi együttes. Nem sokára folytatjuk majd a második félidővel. Rögtön javítanom kell magamat, mert az első félidő végén azt mondtam, hogy visszaállt a 9 pontos különbség, pedig nem állt vissza, hiszen az első negyed után kereken 10 ponttal vezetett a Kaposvár, valószínűleg a sok 9-es zavart meg, hiszen a hazai együttes 19-9-re vezetett, aztán rögtön egy fault és sportszerűtlent ítélnek a játékvezetők Rice labda szerzése után, úgyhogy jöhetnek majd a büntetők meg oldalról a kaposvári együttes. Kúzi volt a vétkes, akinek ez volt a második faultja, TJ Price pedig dobhatja a büntetőket. Az első negyedben 10 ponttal zárt, aztán a második játék részben nem szerzett pontot. De most a két jó büntetővel már 12-re növeli pontjainak számát. A Kaposvárnál a félidőben Trinyelszky 8,
pontot dobott a félidőben. TJ Price pedig 11-et. Ők voltak a legeredményesebb hazai játékosok. Price aztán egy újabb középtávolival jelentkezik. 40-27 az állás így. Négy nullás hazai kezdés. Megint fújnak a játékvezetők. Holton kapott egyet. És a kezét lógatva fut ki a pályáról. Lefutott a kispadról. Ápolást kérni. Valószínűleg kiugrott a válla talán. Legalábbis azt masszírozzák, bár a kiugrott vállat nem masszírozni szokták. Lényeg az, hogy a vállával akadt problémája Holtonnak, a játékvezető pedig talán feldobást ítélnek. Mégis van nagy harc volt a pályán, szó szerint a pályán lent a talajon a labdáért, amit így viszont a Kaposvár kap meg, hiszen a Zete kezdhette a harmadik negyedet. Krinyelszky tör előre, Price. Wayne Martin 7-ből semmivel zárt az első fél időben mezőnyből, most viszont megvan az első mezőny kosara is. Wayne Martinnek, aki az első fél időben szerzett 3 pontját, büntetőkből kaparta össze Parks. És még ez is ki tud maradni, neki nem lett 2+1. Nem volt szerencséje most DeAndre Parksnak, és hát ugye sokszor elpártolt a szerencse az Alegerszeg mellől is. Ugye 12 meccset veszített el a csapat idén eddig a szezonban, de volt ebből 6 olyan találkozó, ami nagyon kevésen múlt. Szoros meccsen kapta ki rögtön a Körmend ellen az első fordulóban. Az első játéknapon, aztán egy újabb szoros vereség a Kecskemét ellen, szintén egy szűk vereség az Oroszlány otthonában. Korábban majdnem elkapták a Falkót, hosszabbításban 1 ponttal kaptak ki, úgyhogy Derek Wilsonnak még volt egy dobása az utolsó másodpercekben, de kimaradt, mint ahogy most Parks 2 büntetője is, Wayne Martin, Horty ütközi le is. Jöhet alapról a vendégegyüttes. 1 ponttal kapott ki a Zete a Nyíregyháza ellen is. Akkor Gájtonnak volt még egy dobása az utolsó pillanatban. De az is kimaradt, úgyhogy nem tudott nyerni a Zete. És hát ugye a korábban említett Szolnok elleni vereség, úgyhogy 6 olyan találkozója volt óriási blokk Handlein-től. Parks nyomta vissza. Marad viszont a labda az Zeténél, és 5 másodperce lesz még a vendégcsapatnak támadni. Wilson mutatja, hogy melyik figura jöjjön az alapvonali bedobásnál. Parks kilép a triplára, aztán mondhatni révészt hozza kellemetlen helyzetben, neki kellett elvállalni a triplát center létére. Megvan a lepattanó a Kaposvárnak Krinyelszky. Price kicsúszik a kezéből a labda, de aztán sikerült megszelídítenie. És de Kuzinak fújják a fautot. Handlinen védekezett, Handlinen ment zárni, aztán ezek szerint úgy látták, hogy visszarántotta Handlein-t, aki levált volna a zárás után. Price dobása nem jó. Nagyon rövid volt, és aztán megvan a pattanó a Zetének, amely eddig még nem szerzett pontot a negyedben. 2,5 perc telt el viszont csak a harmadik felvonás játék idejéből. Parks a labdával. A
tudja jutatni Hortina, Kortira pedig ráesik Ford, pedig már lejárt volna a támadó, megszólalt a Duda is. Így viszont jöhet két dobás Hortitól, aki még, hogyha jól emlékszem, nem hibázott büntetőt, igaz? Csak egyszer állhatott oda a büntetővonalra, kettőből kettőnél tart az Ete centere, aki idén érkezett az Alegerszeg csapatához. Ez már a 12. szezonja az élvonalban. Tavaly Kecskeméten játszott, előtte pedig az Asa, a Jászberény, a Pécs és a Körmend csapatában is megfordult. Most pedig újabb két büntetőt dob be. Krimeiszki a labdával. Fordnak osztja le, aki aztán megint dobást ront. Aztán Dekuzi zicsere. Jövény Martint említettem, hogy mennyire nem fogott ki jó napot. 7-0-ával zárt a fél időben, hát sokkal jobban Ford se állt. És aztán tovább folytatódott a rossz szériája, miközben talán Jövény Martiné lezárult ott az első félidő végével, a második mezőny kosarát szerzi meg, ezzel már 5 pontos, az állás pedig 44-31. Dekuzi, jó a triplája is. Tizenhat pontos már Quinton Dekuzi. Price dobja el nagyon távolról, és egy óriási tripla lett ennek a végeredménye. Ő pedig 17 pontnál jár, a legeredményesebb az egész mezőnyt tekintve. Parks dobása is lejön, Krinyajszki indulhat el előre. Bizony faulton is se tudja, meg aztán a lépéshibát reklamált az Ete amerikai irányítója. Végül pedig a játékvezetők talán feldobást ítéltek, úgyhogy most visszakerül a labda az Alegerszeghez. Hozza fel a labdát. Közben a harmadik negyed feléhez érkezünk. Dekuzi. Itt fújnak egy faultot. Wayne Martin pedig azonnal elismeri. Nem is reklamált az iménti eset után. A második személyi hibája volt ez. Egyedül TJ Price-nak van 3 faultja a kaposváriaknál. Neki kell majd egy kicsit jobban figyelnie személyéket tekintve. A túloldalon Hortinak van 3, illetve Dekuzinak. Parks 4 másodperc a támadóval, ezt dobni kell, lejön, és aztán Révész tudja bepofozni a labdát. Révész az utóbbi időben, amióta új edzője van az Etének, kicsivel kevesebbet játszott. Körmend ellen is mindössze 3 percet töltött a pályán, pontosan annyit, mint amennyit ez a kosárért most Handany dobása után. Ezzel a találattal éri el az 50-et a KKK, Blaine triplájával. Szóval Révész a Körmendben mindössze 3 percet játszott, most pedig a kezdőben találta magát. Parks dobása lejön, aztán Krinyajszki még el is akadt a lábában, szerencsé, hogy nem fújtak faultot a játékvezetők. Egyáltalán nem lett volna jogtalan, és ez pedig lehet, hogy a támadó lesz Wayne Martinnal szemben.
Wayne Martin, aki az elebe ütött a második fautját, akkor azonnal föltette a kezét, ismerve a fautot. Most nem ez volt a helyzet. Csóválta a fejét az amerikai játékos, és aztán egy jobb időkérés. Ha jól nézem, ezt most az Alegerszeg kérte ki, bár a táblán még mindig nem mutatják, hogy melyik csapat is kezdeményezte az időkérést. Valóban így van. 4 perc, 2 másodperc van még vissza a harmadik negyedből, és 50-36-ra vezet a kaposvári együttes, amely ezt a negyedet egyelőre 14-9-re nyeri. Úgy említettem, hogy Dökúzi új játékos az Alegerszeg csapatánál. Hétfőn még a Körment ellen ott volt a pályán Carlton Guyton, aztán őt küldték el Dökúzi érkezésével, pedig Guyton a Körment elleni meccsen 19 ponttal zárt, ő volt az Etel legeredményesebb játékosa, valamint hát az eddigi statisztikákat nézve 14 meccsen közel 14 pontot átlagolt, 4 lepattanóval, meg 3,5 gólpasszal. A csapatban nagyjából neki voltak a legjobb számai, mégis ráesett a vezetés döntése, hogy őt küldjék el. És ugye hát nem csak ő távozott azóta, amióta Teo Csizmics elhagyta a csapatot, hanem Mustafa Hiron és Chris Harris is szezon közben elhagyta az Etét. Ki akkor, amikor már új edző volt, valaki meg akkor, amikor még Csizmics. Úgyhogy sok változás volt az Eténél. Azonban még így is 14 pontos hátrányban van a mai napon is, a Kaposvár otthonában is. Egyelőre nem akar összejönni nekik. Az első győzelem október második fele óta, akkor nyert utoljára az Ete mérkőzést. A Paks ellen tudtak nyerni idegenben, pontosabban a Hetszekszárdon, hiszen a Paks ott játssza a hazai mérkőzéseit. Paksi csarnok felújítása miatt Dökúzi jöhet. Visszaért Wayne Martin, és egy óriási blokkol. Kúzi reklamálja, hogy ez goaltending volt. Lefele áll, lefele szálló ágban volt a labda, a túloldalon pedig Hangline dobja be a lerohanás végén az Itzert. Gyönyörű jelenetek most a Kaposvár arénában, Hangline pedig 5 pontos. Kimarad zalaegerszegi helyzet, Wilson mutogatja a dobócseleket, aztán kiosztja Németnek egy triplára, ez is lejön, és aztán Wayne Martin szedi össze végül a lepattanót a Kaposvárnak. 2:45 van még vissza a negyedből. Kinyelszki végigrobog, aztán kimarad az Itzer. Dökúzi ki a sorokba Wilsonnak. Bent a tripla. 52-39. Volt a negyedik zalaegerszegi 3 pontos eddig a meccsen, miközben törlést kérnek a játékvezetők, és lesz 2 csere is a vendégeknél. Bonifert Bendegúz, valamint Holtan érkezik vissza, akinek úgy látszik, hogy nincs komolyabb baja a vállával. Kaposvár 50%-kal dobja eddig a triplákat, 10 kísérletből 5-öt értékesítettek, ami kifejezetten jó arány a túloldalon. 17 kísérletből 4 ment be. Price-nak kicsúszott a kezéből a labda, így tudta még eldobni az Itzert. Német tör előre és dob egy Itzert. 11 pontra feljön így most az Alegerszeg, Nikola Nazics pedig időt kér. Handlein reklamált még valamit meg, aztán Nikola Lazic is még mondja a magáit a játékvezetőknek. A rövid időkérés így azzal telik el, hogy kicsit még terlekedik a játékvezetőkkel.
az etkosár.hu honlapon, ugye az a Zalaegerszeg hivatalos oldalán a mérkőzés előtt, a kaposvári meccs előtt azt írták, hogy nem férnek bele a 4-5 perces rövid zárlatok, mint ugye például Kecskeméten, amikor körmenden, bocsánat, amikor 17-0-es rohanást engedtek a hazaiaknak. Most is azért előfordulnak olyan rövid zárlatok, amikor nem akar beesni semmi támadásban. Tehát ez dicséri a kaposvári jó védekezését is. És hát amit írtak még, hogy innen már csak felfele vezet az út, hát tényleg ebben bízhattak leginkább az zalaegerszegi szimpatizánsok, hogy most már azért megszakad az a rossz sorozat, és elindul felfelé egy kicsit a csapat, el tud jönni esetleg a veszélyes zónából a tabella utolsó helyéről. Több mint egy negyed vissza van még, 2 perc van vissza a harmadikból. És hát azért itt még hiba volna leírni az Ete csapatát. Wayne Martin, ez a dobása is lejön. De egyelőre a Kaposvárnak most még az is belefér, hogy Wayne Martin egy rosszabb napot fogjon ki. De Cruzi, aztán Wilson. Ő is bedobja az icert, bejön 10-en belülre most már az Zalaegerszeg. 52-43. Hiába a kaposvári időkérés, tovább zárkózik a vendégalakulat. TJ Price és Bonifert Bendegúz volt az, aki keresztbe ütött neki. Ez volt a harmadik zalaegerszegi fault. Ebben a negyedben a Kaposvárnak már 4 van, úgyhogy a következő személyi hiba után majd jöhetnek a Zete büntetők. Kinyajszki, Wayne Martin a labdával. 2 másodperc a támadóból, Fordnak kellett dobnia. Az első félidő végén be tudta dobni ilyen helyzetben. Most kihagyja Holton, az meghosszulett neki. Előtt labdával zárul a lerohanás. De Cruzi jön le, a pályáról is Parks érkezik vissza az Eténél. Kilenc pontos előnyben a Kaposvár, és 48 másodperc van még vissza a harmadik negyedből. Még Martin indul befelé, és megint kicsúszik a kezéből a labda, aztán reklamálja, hogy azért csúszott ki, mert segítettek neki ebben, és kiütötték a labdát a kezéből. Jöhet az Ete viszont. Zárkózhat tovább esetleg a vendégcsapat, Parks, Wilsonnak. Handlein és Wayne Martin közösen szedte le gyakorlatilag a lepattanót német Ákos dobása után. Valószínűleg utóbbinak írják be a labdát Wayne Martinnak. Aztán rögtön egy fault a félpályánál. Ez még belefért, innentől kezdve viszont majd a zalaegerszegi faultok után is jöhetnek a büntetők. Már amennyiben lesz erre idő, hiszen 7 másodperc van már csak vissza a negyedből. Ford indul előre, beleáll a triplába, aztán dob egy méretes homályt. Hát ez nem úgy zárult, mint az első félidőben. A Kaposvárnak viszont az a szerencséje, hogy 9 ponttal így is vezet. Ez a negyed döntetlennel zárult, 16-16-tal. Úgyhogy most már tényleg visszaállt a 9 pontos különbség, ami az első negyed végén volt. Nem sokára jövünk majd vissza a zárójáték résszel. Krinyanszki Boris kapta a labdát TJ Price-on, aki 17 ponttal a legeredményesebb játékos a mezőnyben, és rajta kívül viszont senki nem verte még el a kaposvári csapatból a 10 pontot. Ford most közel állt ehhez ugyan, de kimaradt a triplája. Aztán egészen érdekes jelenetek. Nagyobb dobásokkal, illetve az eleső játékosokkal. A túloldon is
De Kúzi az egyetlen játékos, aki átlépte a 10 pontot, vagy egyáltalán elérte a 10 pontot. 16-nál tart. Wilson triplája az utolsó másodpercekben. Lejárt már a támadó idő, pontosabban az utolsó pillanatban dobta el, és még nem járt le. Amikor eleresztette. Veszélyes közelségbe érhetett volna vele pedig az Alaegerszeg, hogy tudom, hogy ez a hármas. Trinyaiszki hozzá a labdát közben a félpályán, és aztán megint TJ Price. Ő dobja el most a triplát is, ráadásul oda is ütnek neki, és be is fújják a játékvezetők a faultot. Ford, Wilson az, aki értetlenkedik. Úgyhogy most már van 20 pontos játékosa is a mai meccsnek, ezzel a triplával érte el a 20-at TJ Price. Van a büntetője is. 66-43, így most a somogyiaknak 13 pontos különbség. Price viszonylag döcögősen indította a kaposvári karrierjét, és aztán sportszerűtlen fújnak a játékvezetők Handlane-re. Hát ez... az egész Kaposvár arénát fellázítja, harcoltak egy szabad labdáért ketten, és erre sportszerűen fújnak. Rashid Wallace, egy NBA játékos mondogatta régen azt ilyenkor, hogyha kimaradt a labda a fault után, amivel mondjuk nem értett egyet, hogy befújták, hogy a labda nem hazudik, hát az első ki is maradt a büntetők közül. Holton aztán a másodikat bedobja. Nem igazán volt egyébként gond a játékvezetők ténykedésével eddig a mérkőzésen. Egyáltalán nem érhette szó a munkájukat. De ezt most nem nagyon lehet hova tenni. Még szerencsé, hogy nem egy szorosabb állásnál kapott egy ilyen fújást a kaposvári csapat. Wilson a labdával közben. Holton szedi le a támadót, és aztán kimarad a dobása. Handlane pedig Fordhoz üti a labdát. És aztán iparkodni kéne a labda felhozatallal. Épp hogy átért megint Krinyánszki a labdával, vagy legalábbis a játékvezetők nem vették észre, hogy nem ért át időben. Csorvási kapja a labdát, 7 másodperc a támadóból. Az ő dobása is kimarad. Egy labdát kapott Horthy. Kereken 10 most így a különbség. 56-46. 2 perc telt el a negyedből. Price pedig húzza vissza Wilson. Wilson meg azt mutatja, hogy a torkában volt TJ Price könyöke. Aztán most reklamál a kispadnál is, hogy esetleg nézessék vissza a játékvezetőkkel. Kúzi érkezik közben vissza Parks helyére. TJ Price kapja vissza a labdán Csorvásitól, aztán már nézte volna Price a befele váló Csorvásit, hogy hogy tudja adni neki a labdát, csak a Csorvási nem vált le, nem tudott, ott volt előtte a védő. Arra viszont dob egy duplát. Németh megint. Ezt is bedobja. Marad így a 10 pontos különbség a két csapat között. Ford, ez a középtávolia nem jó. Wilson a labdával, és aztán megszerzik a somogyiak. Price nézett előre, lehet-e indítani valakit, végül Fordnak küldte előre,
aki aztán ezt az ígyszert is ki tudta hagyni. Nézem a kispadot, hogy valaki fölállza már esetleg, hogy beálljon Ford helyére, de senki egyelőre. Hendány pedig mutatja most a többieknek, hogy nyugi. Lazics meg azt mondja, hogy jó lenne iparkodni előre. Ott pihenünk a túloldalon Price aladnával. Könyelszkinek egy triplára a sarokban, nagyon rövid. Könyelszki viszont összeszedi a saját lepattanóját. Becsület éle váljék. Saját hibáját javította. Aztán beleáll egy újabb triplába. Ez is kimarad viszont sajnos. Csorbási pedig hiába küzdött a lepattanóért, nem ment be. Handlein helyére érkezik Bogdán Benedek. Ford viszont marad a pályán. De Cousy gurította be a labdát Wilsonnak, hogy minél később induljon az idő. De Cousy beleáll a triplába. Hosszú lett ez most, de megint megvan egy támadó lepattanó az etének. Nagyon sokat teszettek az első negyedben, aztán utána azért összekapta magát a kizárások tekintetében a Kaposvár. Azóta már nem olyan látványos a különbség a támadó lepattanók között. Könyelszki megint végigrobog, most viszont aztán behúzta a kéziféket. Price a labdával. És ezek szerint nem élt bele senki. TJ Price abban reménykedett, hogy valami lábhoz, valakinek a lábához esetleg hozzáért a labda. Viszont jöhet majd az Ete alapról. Wayne Martin érkezik Csorbási Milán helyére a Kaposvárnál. Sőt, és fél perc van még a meccsből vissza. Kereken 10 pontos különbség a Kaposvár javára. 58-48 az állás, Parks. Horthy kérte a labdát pozícióban, aztán megint Parksnál a labda, 7 másodperc a támadóból. Parks belebonyolódik, igencsak Holton, az pedig lépés. Na, csak befújták a játékvezetők. Nem lehetett hallani a sípszót egy pillanatra. Holton felugrott, aztán vissza is érkezett, úgyhogy nem dobta el a labdát. Egyébként a poén azt gondolom, hogy palánkra triplát dobott még így is. Wayne Martin. Ő is beleáll egy hármasba, és ő is bedobja faultal együtt. Egy szörnyű napon legalább ez összejön neki. És aztán időkérés vendég oldalon. Időkérést már elhasznált Emir Mutapcsics a vendégeknél. Sűrű ugye a menetrend itt az ünnepek alatt. Játszottak a csapatok december 18-án, aztán 23-án is, ugye rögtön karácsony előtt, és közvetlen karácsony után is, december 27-én. És most december 30-án újra pályára léptek a csapatok, és nem lesz sok pihenő ezt követően sem az együttesek számára. Január 5-én szerdán már újra fordulót rendeznek, akkor majd a Zalaegerszeg a Kecskemétet fogadja, a Kaposvára pedig idegenbeli mérkőzés vár két hazai találkozót követően. Oroszlányba utazik majd az együttes, de híresen jó a viszonya két szurkoló tábor között. De hát a tabellán viszont két közvetlen riválisa egymásnak a két csapat. Igen kemény találkozóra lehet számítani. A KKK pedig legközelebb egy hét múlva. Jövét szombaton, kicsivel több mint egy hét múlva jövét szombaton, január 8-án majd a Szegedet fogadja. Ez lesz a csapatnak a következő hazai mérkőzése.
Wayne Martin pedig lehet rádobni a plusz egy büntetőt, és nem csak hogy rádobja, hanem be is dobja Wayne Martin, aki lassacskán így eléri majd a 10 pontot és 9 pontnál jár. KKK pedig 14 pontos előnyben van. Német Ford vele szemben meg tudja verni Fordot Német, a dobásra viszont már nem maradt erő. Kényajszki hozta fel a labdát, meg Martin Price dobja a floatert, Price és Sedi bent van. Tovább nő a különbség. És már csak 4-10 van vissza a mérkőzésből. És ilyen labdát szerzett Wayne Martin. Nagy labda Hortinak. Horti be is dobja. Ez volt a 10. pontja Hortinak. És a Zete meg most éri el az 50-et. Ezzel a kosárral ugye Handlein triplájával már jó rég volt ez, amikor a kapos már átlépte az 50-et. Price triplája kimarad. 23 pontos az amerikai játékos. Krinyelszki ütközte le Parkst, aztán gyakorlatilag vagy a harmadik fauldot sikerült befújni a játékvezetőknek. Legalább két alkalom volt, amikor akár szólhatott volna a sípszó. Kúzi indul el befelé, egy gyönyörű dobócsellel küldte el Wayne Martint, aztán az ő dobása is kimarad. Nem lehetnek büszkék a dobóformára az Zalaegerszegen. Az biztos. Nagy karambolott bent a palánk alatt, de mindenki épségben van és föl tud állni. Jöhet majd a törlés, Parks is. Wayne Martin volt az, akik padlót fogtak. Büntetője kimarad. Ez volt a negyedik zalaegerszegi fault egyébként, úgyhogy ezzel már bónuszhoz ért. Ezete Price-ba dobja a másodikat. Halton Wilson. De Cruz jön aztán a labdáért. 8 másodperc a támadóból Holton Németnek tovább. Német még egyel tovább Hortinak, és ezt most nagyszerűen játszották ki a vendégek. Nem sok volt már vissza a támadóból. De megtalálták így is. Ha nem is azt mondom, hogy tiszta dobó helyzetet, de a legjobb opciót a kosár szerzésre. Megint egy kis törlés a pályán. Van 5-52-es kaposmári vezetésnél Bogdán és Krinyajszki. 2 perc 40 van még vissza a meccsből. Price kérte és kapta a labdát. Indul befelé, ketten állnak előtte, kicsúszik a kezéből a labda, és aztán Horti még nagyon szépen ért vissza. Óriásit küzd a labdáért. Ez feldobás lesz, és ez Zalaegerszegnek kedvez. Úgyhogy jöhetnek a kékmezesek. Horti nagyot küzdött, és akkor a változatosság kedvéért megint egy kis törlés. Meg egy csere a vendégeknél. Német helyére jön vissza Parks. Wilson hozza föl a labdát. A
beleáll távolról a triplánba, és ezek szerint Wayne Martin bele tudott érni, aztán Wayne Martin már indul előre. Elugatja az egyik védőt, és aztán faultal együtt, mert ráesik a nyakába Parks, aki próbált volna még szerelni, blokkolni egyet. Wayne Martin a faultos triplája után most dobott faultos zicsert is. Martin büntetője viszont kimarad. A gyenge dobó formája ellenére így is már 13 pontnál tart, és ezzel TJ Price mögött ő a második legeredményesebb kaposvári játékos. Ez nem semmi, mikor így van rossz napja az embernek, hogy még így is ő a második legjobb a csapatban. Újabb büntetők, ezúttal De Cousy állhat oda a büntető vonalra. 2016-ban még a San Antonio Spurs nyárligás csapatában is lehetőséget kapott. Aztán játszott például Görögországban, az Aris Thessalonikisben. Egy elég jó csapat azért. Illetve megfordult a Utah Jazz, meg a Boston Celtics kiligás csapatában is. Középiskolás korában meg együtt játszott Karl Anthony Towns-szal, Minnesota Timberwolves sztárjával. Dobja közben De Cousy mind a két büntetőt, és aztán megint megpróbál egész pályás védekezéssel zavarni az alagerszegi együttes. Krinyaiszki majdnem elveszíti, aztán meg nem csak hogy majdnem elveszíti, hanem el is adja, és mutatja a játékvezetőknek, hogy odaütöttek a kezére, azért volt ilyen rossz ez a passz. Előre, és aztán nem fújnak semmit a játékvezetők. Horthy kapja vissza a labdát, ezen tudta megszelídíteni, aztán bedobja, és ezzel most már kicsit azért baj van. 10 ponton belülre jön az alágerszeg, 9 pontra egész pontosan, 67-58 az állás. Nikola Lazic pedig időt is kér. 1 perc 10 van viszont már csak, úgyhogy lehet, hogy ez egy késői hajrá az Alegerszektől. Vagy azt is lehet mondani, hogy a Kaposvár kicsit előbb engedett ki a kelleténél. Igen, sűrű a mezőny az élvonalban. A Kaposvár a 11. helyről várhatta ezt a találkozót 6 győzelemmel, meg 8 vereséggel. De egy győzelemmel lehet, hogy néhány helyet, attól függően, hogy hogy alakul a többi mérkőzés a másik pályákon. Előre léphet esetleg a kaposvári együttes. Hogy mennyire szoros a mezőny, hát hogy mást említsünk, a 3. helyezett kör mennek, mindössze 2 győzelemmel van többje, mint a 11. Kaposvárnak. 3 csapat áll 6 győzelemmel és 8 vereséggel, 4 csapat áll 7 győzelemmel és 7 vereséggel, és a Dallas meg a Körment 8 győzelem, 6 vereséggel a 3. illetve a 4. helyen. Kimarad egész pályán az Alegerszeg, Price a labdával, ketten mennének rá csapdázni, és épp hogy átjutott a félpályán a kaposvári csapat. Price. Wayne Martin 4 másodperc a támadóból. Gyönyörű volt a passz Wayne Martintól, aztán viszont nincs kosár.
tripla kell az Alaegerszegnek, de Cousinál a labda, Parks, és hát gyors tripla, nem csak hogy tripla, Holton bedobja, és aztán jönnek a faultok, amik után jönhetnek a büntetők. 7 pontra feljött most az iménti kosárral az Ete. Most abban kell bízniuk a vendégeknek, hogy Krunyajszki kihagyja majd a büntetőket. Krunyajszki közben bedobja az elsőt. Így 8 pont a különbség, és fél perc van még vissza a meccsből. Parksnál a labda. Még egyet tovább Cousinak, jól érkezett oda Bogdán, és nagyon jót védekezett rajta. Végig ott volt, de Cousy így is be tudja dobni a hármast. Így lesz aztán csak igazán izgalmas a csata, sőt, még el is adja a labdát a Kaposvár, de Cousy dobhatja még egyszer a triplát. Holton szedi le, és ezt is bedobja. 68-65-re feljön így az Ete 12 másodperccel a vége előtt. Horthy pontozódott ki az Eténél, de hát azért ennyire kiengedni a mérkőzés vége előtt. Igen, nehéz helyzetbe sodorja magát a Kaposvár, pláne hogyha esetleg Price mondjuk mind a kettőt kihagyja. De Price nem hibázik. Neki ma kifejezetten jó napja van, ez a 25. pontja, és mindössze egy büntetőt hibázott el eddig 7 kísérletből. Bent van a második is. Wilson rohan fel, beláll a triplába, mondom én, de lehet, hogy csak kettes lett volna. Kimaradt ez a lényeg. Wayne Martin pedig még végig robog, és aztán dob egy kosarat az utolsó pillanatban. Növelje egy kicsit a Kaposvár pontszámát, úgyhogy ezzel közel 10 pontosra állt vissza a különbség. KKK a végén egy kicsit izgalmasabb körülmények között, de azért behúzta ezt a mérkőzést is. Így győzelemmel zárja a 2021-es esztendőt a Kaposvári Kosárlabda Klub, amely 72-65-re tudja legyőzni az Alaegerszeg csapatát. Kedves nézőink, Deusek Dániel operatőr kollégám nevében is búcsúzom. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Találkozunk legközelebb a Szeged elleni találkozó alkalmával. Viszontlátásra, viszont hallásra.